Nem tudom, hogy nevezem ezt a metrójátékot, de valahogy nevezni fogjuk. És szerintem úgy fogjuk nevezni, hogy az M3-es metró, mert hogy azt fogom most vezetni. Egy teljes vonallal. Fú, bakker, a mobizent, ezt elrakjuk innen. Aha. Húzogálni kell. Nem. Most merre vagyunk? Oho. Arra kell húzni. Igen. Ja, még ezerrel vagyok. Jó van, hát akkor megyünk egy kicsit. Meglódulunk. Merek olyan rohadt 10 éve menni. Hú, de halk, az a baj, hogy halk ez a játék, ezt inkább így fogom. Ennyi idő nincsen, hogy ennyi időt kiérjek. A szóval az M3-as metrót fogjuk végigvezetni, ez még a tudom, hogy a régi M3-as metró. De nem érdekel, hogy többen megyek. Itt úgyse kapok warningot érte, tehát... Szerint egy ilyen izétől fogok lassítani. Újpest áros kapu. Ó, bakker. Mert kell, hogy többen megyek. Na szóval, akkor is az M3-as ötrót azért végigvezetjük. Nem érdekel, ezt nem akartam megvenni. Ennyi. Ilyen 54 másodperc, jó van. Hát a menetidő az itt nagyon szar, de különben maga a játék az nagyon jó és zseniális. A menetidőkkel még bajban van ez a játék, de különben baromi jó. Hol vagyunk? Forgács utca. Ja. Én is így gondoltam, hogy bezáródsz, mert nem akart bezáródni. Kinyilván is akart, hogy összor, de nem mindegy, most már jól megy. Úgy, ahogy. Mert itt következik különben. Na, ott vagyunk. Egész gyorsan megy ez a járat. Ahhoz képest, hogy milyen kilométerek vannak kiírva nekünk.
Nem érdekelnek szegem a törvényt, de vannak a pontot. A végül is még mindig jobb a helyzet, mint gondolja a nagy okos tojás ember. Árpád híde. Az érkező mindjárt. A néve. Ez a fajjal nevezetű dolog. Ezt hívják fajjalnak, mondjuk egy új játék. Nem tudom, annyira új a játék, csak nekem, csak videóban lesz nekünk itt új youtubereknek. Lehet, hogy nem mindenkinek új, de nekem új. Nem tudjátok, nem, de a videókészítésben most új. Dologként éljük ki. Tehát... Igen, egy nagyon jól megy szerintem most. Ez a megtúzás. Itt arra nem tud, de nem tud, fenni, akkor te nem emlék. Óóó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 
Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Ezt nem mondja be? Nem mindegy. Annyira régi amúgy a játék, már ha úgy emlékszem, de ezt nem merem még életre rakni, azért nem is fogom most kimondani ezt a dolgot. Majd mondja. De ha jó hiba van, akkor én úgy is fogom tudni. Mert nagyon bírkáljuk nem vagyok, tehát fogom tudni. Hallgat észre. És mintha úgy emlékeznék, hogy ebbe egy olyan lenne is. Hát itt nem tudtunk megállni normálisan, na mindegy. A nyugati pályaudvar következik. De én amúgy úgy emlékszem, hogy végig elmegy ez. Kicsit halk jön benne a játék, tehát ez a sajátossági probléma szerintem úgy megvan. Még 28, nem mindegy. Milyen lét? Is túlságosan gyorsan mentem, de mindegy. Nyugati pályaudvar. Meg se álltam. Az igen. Én nem az aranyban is itt következik most itt nekünk.
Mi ez a You Are Not a Station? Hát tudod mi a You Are Not a Station? Anyád az, jó? Tudom, hogy nem aktuális a játék, ezért sorry. Mindenkit elnézést kérek, a játék maga nem aktuális, már a metró sem. Miután felújított M3-as metrókkal lehet utazni. Ja, és egy éve a teljes vonal se sajnos, mert elkezdték felújítani a lehetér és újítást központ között a metró vonalat, ami még várhatólag úgy tudom, hogy a T-szünetbe is tart. Jövő évre lesz ez meg gondmentesen, úgy tudom. De úgy emlékezünk, hogy ezt 2019 tavasszára eltolták volna, de nem rakom rá az életem. Na mindegy, majd nézek róla izét, cikket valahonnan. De a Ferenc tér. Ahhoz képest itt nekünk nagyon nagy állóban van ez a metró. A 18 másodperc alatt nem lehet odaérni a Ferenciek terére, de aktól, na mindegy. Ez egy ilyen very hülye rendszer, de mindegy. Én nem avatkozok bele. És már oda rakja a rújtét, mikor fenén első járok az útnak. Komolyan mondom. Itt valami nincs rendben. Szabészinyújétör, 3D. Budapest metró ablaknál. És ez nem is 3D. Iszonyatos brékerő. Könnenek Ferenciek teréhez érkeztünk. Álljál már megfele, jó? Átszállnak az M4-es metróra. Ja, igen, még annál is régebbi. No, kár, hogy csak a... M3-as metróra nem be a játékba. Több is jöhetne igazán. Na mindegy, én nem avatkozok be az életükbe. Már inkább. Holvinnéjét következik. És ha most megálltunk volna a Calvin térni, akkor is szerintem itt lett volna hülye. Mára még úgy van. A Holvinnéjének van kiírva, tehát ott nincsen bug. Nem is tudom, hogy miért csak 30 alatt közöködni. Végig gyorsan meg a metró. Nem mindegy. Ennél inkább nem avatkozok bele ezekbe a sebességes dolgokba bele. Úgy is tudom, hogy DK-nál elpanaszolhatnál meg gondolat, de nem, annyira nem megyek el a dolog. Corvin negyed! Ja, hát a még az lenne. De miután átneveznék Corvin negyedre, így nem. Nem Ferenc körült. Tessék, jól emlékeztem, hogy itt bugol a játék. Jól emlékeztem, hogy Ferenc körültnek hívja a játék. Nem aktuális a játék, ismétlen még egyszer. Hát ha esetve valami iszonyatosan fogyatékos ide keveredne, aki nem érti. Ismétlen még egyszer. A játék nem aktuális.
Csak a nosztalgiázó kedvéért mutatom be. Már egyáltalán budapesti van itt nézői közösségbe. Mert úgy tűnik, hogy az sem nagyon van. Tudom, kurván nem kellett volna elkészítenem ezt a videót, elnézést. Lehet, hogy el is fogom törölni majd. De nem tudom még mit csinálok, meg hogy nem mindegy. Mindegy, ez legalább nem laggol. Mint a Subway Simulator 3D Urban Metro ablak. Ez úgy laggol, mint az állat. Tényleg. Nem álltunk meg. Nem mű. Annál kevesebb igen, ami problémánk most. És ez is károm, úgyhogy nem oda-vissza van. Hanem csak oda. De mindegy. Hát annyit emlőnök sokkal jobb a Subway Simulator 3D ergometró ablak, hogy oda-vissza lehet közlekedni. Le akarom onnan vezetni a metrót. Még ez akár ebben a játékban csak ez az egy nézet van. Tehát... maga a játék az nagyon jó lenne, csak nem fejlesztették be annyira a dolgokat. Most nem akarok senkivel kötözködni a játékfejlesztővel, ível sem. Tehát... úgy szokásom a bolságok nélkül a kötözködés. Tessételen megállunk. Ja, na, akkor meg sikerült volna állnom. Tudod, mi itt a 20-as szakasz? Az anyád az, jó? Tudom, a lecseri út következik. Hajlókat nézzétek, LPL-es. Hibátlan játékot soha nem játszottam még ezzel. A Simulatorrel. Most viszont őjék nélkül oda fogok járni szerintem megállóba. És légy nélkül vagyunk, igen. De 20 másodperc alatt nem érek oda a Pöttyös utcához, te! Annyira nem gyors a metróm. Én tökül meg angol írja a dolgokat a játék, miközben meg Subway... miközben meg Hungary Subway Simulator. Vagy nem tudom, mi nem a játék, de benne van az, hogy Hungary, vagy Hungary, vagy ilyesmi formában. Megint ott elér, nem mindegy. Nem tudom, inkább nem szólok be. Inkább csak hadd menj ez a metró, az ső. Mi az, hogy kérjük fejezzék be a beszállást? Azt a végállomáson szoktam mondani, nem mindegy, most mit mondom, hogy az ajtó komolyan. Nem tudom becsukni!
Jó. Legebb annál kevesebb gondunk lesz a határoknál. Jó, hogy ezért nem kapok a warningot amúgy abból. Ne akadozzá a hang, jó PLS, mert nincs erre kedvem, hogy akadozzá. Köszönöm. Nem tudom mi van, de itt lassabban menet most valamiért. Hát sok a kilométer? Hát aztán sok a kilométer, nem tudom. Nem tudom, kilométer is sok. Köszönöm azt a miért fogadni. Milyen bal oldalon? Milyen bal oldalon? Bal oldalon majd visszafele fog nyílni. Úgy bizony van 70 másodperc, érted? Tehát... Nem mindegy, én nem mondok semmit. Na itt mondjuk nem értem a játékot egyáltalán, de már inkább nem mondok semmit, jó? Már nincs könyvára. Nem tetszik a videó nagyon, akkor egyáltalán... Csak díszlájkos lesz a videó, akkor törjön. A csatornáról. Jogányi Kispest végállomás, gratulálunk! Your name! Vajon fogad a ékezetes betűket? Hú, de lagol! Régi, nagyon régi gemelőnünk még, tehát... Ok. Ennek a zenét is végzelgetik. És most megjön a zenemére. Metro Simulator Hungary játék meg a tessék. Mondom, benne van a Hungary valamilyen formában. Mindegy, köszönöm a Wizernek is, aki bírta a videót. Köszönöm a Wizernek, aki bírta a videót. Ez lesz 25 perc. Na mindegy, köszönöm szépen nektek, köszönöm a figyelmet. Én videógyűjtemény voltam, majd találkozunk legközelebb, nem tudom én mikor. Addig is szevasztok. Hello, nem tudom, mi szeszkes kopi vagyok, na mindegy. Sziasztok!